Adj vért és ments életeket. Olvasható a szlogen azokon a helyszíneken, ahol a kalocsai Vöröskereszt tiszteletét teszi és vért vesz a segítő szándékú emberektől. Most egy majdnem új helyszínen ismét várták a vérükkel segítőket. Tavaly évben próbáltuk meg először ezt az alkalmat, ezt a lehetőséget, és hát nagyon sikeres volt akkor is. Így adta magát a lehetőség, hogy ebben az évben is folytatása legyen ennek a dolognak. És én azt szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon, nagyon hálás dolog ez, és igenis megköszöni magát az ötlet, amikor egy közösségen belül van egy olyan ember, aki ezt fontosnak tartja, aki elhivatott a véradással szemben, és maga köré gyűjti ezeket a segítőket, a barátokat, kollégákat vagy szomszédtagokat, akár családtagokat, és eljönnek és képviselik magukat. A Jobbik Ifjúsági Tagozat csapata nagy segítőkészséggel és felkészültséggel vett részt a rendezvényen, így a hangulat is végig felhőtlen volt. Eddig ilyen eseményre egyszer, tavaly került sor, így ez a második, de terveznek még a jövőre is hasonló véradásokat. Szeretnénk azt mondani majd, hogy igen, ez egy hagyományos véradás, hiszen ez a második alkalom, tavaly volt legelőször, hogy a Jobbik iroda otthont adhatott egy véradásnak. Annak idején, mikor megnyílt az iroda, többször elmondtuk, hogy nem csak azt szeretnénk, hogy pártirodaként funkcionáljon, hanem egyre több közösségi esemény, karitatív esemény, vagy bármely olyan eseménynek teret adjon, ami pártpolitikamentes, viszont a közérdekeket szolgálja. Maga az ötlet egyébként az egyik tagtól származik, aki baráti viszonyt ápol a helyi vöröskeresztesekkel, de többen is rendszeresen véradók a csapatból. A Jobbik irodában való véradás ötlete az épület frekventált helye miatt is rendkívül sikeres. Tavaly is volt több első véradónk, és az idén is van, sőt egy-két olyan véradó is volt a mai nap, aki csak azért jött be véradásra, mert itt sétált el, látta, hogy itt véradás van, jó a kollektíva, jó a közösség, jó a hangulat, és bejött és adott vért. A tavalyi és az idei év statisztikái alapján Szabó Balázs szavaival élve arra is nagyon büszkék, hogy talán a legtöbb ember ebben az irodában fordul meg, ha véradásra kerül sor. A Vöröskereszt munkatársai, mint mindenhol, itt is biztosítják a legjobb körülményeket az emberek számára. Természetesen a nagy meleg folytán nehezebb, illetve megterhelőbb tud lenni egy-egy véradás. Itt azért próbálunk mindig megfelelő hőmérsékletet biztosítani, amennyire tehetjük, akár légkondicionált helyiségekkel is, hogy zökkenőmentes legyen a véradás. Természetesen utána ugye nem szabad terhelni a szervezetet 4-5 órán keresztül. Itt a mai napon nagyon jól jött nekünk ez a lehűlés, úgyhogy igazán kedvező volt a körülmény ilyen szempontból is.